Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a matematikát kedvelő diákokat és a tévénézőket. A mai órán egy 11-es témával jelentkezek, mégpedig matematikai analízisből választottam egy bevezető fejezetet, mégpedig a valós számok részhalmazairól fogunk beszélni a mai órán. Lássuk a téma tartalmát. Számhalmazokat fogjuk átismételni, halmaz alsó és felső korlátjairól fogunk beszélni, halmaz alsó határáról, felső határáról, halmaz legnagyobb eleméről, illetve legkisebb eleméről. Megismerkedünk az adott pont környezetének a fogalmával, a torlódási pont fogalmát fogjuk tanulmányozni, gyakorló feladatokkal fogjuk befejezni az órát, és természetesen javasolt feladatokkal fogunk egymástól búcsúzni. Hát lássuk is akkor a számhalmazokat, tehát első osztálytól kezdve ugye számhalmazok kísérnek matematika órán, az első ilyen számhalmaz a természetes számok halmaz volt, amit ennél jelölünk, ugye, és az illető számhalmaz elemei 0, 1, 2, 3 és így tovább. Ebben a számhalmazban nagyon jól éreztük magunkat egészen 5. osztályig, amikor kivonásokat kellett végezni, gondolok arra, hogy 3-ból 5-öt ki kellett vonni, sajnos ebben a számhalmazban nem tudtuk elvégezni, kénytelenek voltunk kibővíteni az illető számhalmazt, és így jelent meg az egész számok halmaza, amely tartalmazza a természetes számokat, illetve a természetes számok ellentétjeit. A gyakorlat arra kényszerített, hogy ebből a számhalmazból is kilépjünk, hiszen az egyszerű almát, ha kettőbe osztjuk, akkor ugye felet kapunk, két felet kapunk, és sajnos ez a fél nincs benne az egész számok halmazába. Kibővítettük a racionális számok halmazával, Q-val jelöljük a racionális számok halmazát, és az A per B alakú számokat tartalmazza, ahol A és B egész számok, és B nem egyenlő nullával. 7. osztályban, amikor az egység oldalú négyzet átlóját kiszámítottuk, akkor azt észleltük, hogy az átló az négyzetgyök 2. Ez pedig egy olyan szám, amely nem tartozik hozzá a racionális számok halmazához. Szükségszerűen megjelentek az irracionális számok, ugye köznyelven azt mondjuk a gyökös számok, de vannak természetesen más irracionális számok is. Az irracionális számok halmazát, ha egyesítjük a racionális számok halmazával, eljutunk ugye a valós számok halmazához. 10. osztályban már ezt a számhalmazt is kibővítettük, abból adódólag, hogy a másodfokú egyenletnek nem volt megoldása a valós számok halmazán, hogyha a diszkriminánsa negatív volt. Szükségszerűen megjelent az újabb számhalmaz, komplex számok halmaza, amely az A plusz B alakú számokat A plusz BI alakú számokat tartalmazza, ahol A és B valós számok és I négyzet egyenlő mínusz 1-jel. A továbbiakban mi a valós számok halmazában fogunk dolgozni, tehát kevésbé fogjuk használni a komplex számok halmazát. Ugye a valós számok halmaz az tartalmazza a természetes egész és racionális számok halmazát is. Az első új fogalom, amellyel megismerkedünk a mai órán, a halmaz alsó korlátja. Tehát a kis A valós számot, az A halmaz alsó korlátjának nevezzük, hogyha ez a kis A valós szám kisebb, mint az A halmaz bármely eleme. Nagyon jól látható ez az ábrán is, hogy bárhol vesszük fel a kék intervallumban a kis A valós számot, az kisebb vagy egyenlő lesz, mint az A halmaz bármely eleme. Példaként, ha tekintjük a 0-3 zárt intervallumot, akkor azt mondhatjuk, hogy az A lehet 0 vagy nullánál bármilyen valós szám. Az alsó korláthoz hasonlóan értelmezhetjük a felső korlátot, a B valós számot az A halmaz felső korlátjának nevezzük, ugye, hogyha a B az nagyobb egyenlő, mint az A halmaz bármely eleme, tehát itt most a kékkel jelölt intervallumból veszem fel a B-t, bármely számot tekinthetek ebből az intervallumból, és az mindig nagyobb egyenlő, mint az A halmaz bármely eleme. Ha a példából indulok ki, akkor az a 0-3 zárt intervallum felső korlátjai bármely B valós szám, amely ugye nagyobb egyenlő, mint 3. A korlátok segítségével értelmezhetjük a halmaz alsó határát. Alsó határ az a legnagyobb
alsó korlát, tehát íme itt található, és ezt az elemet infimum A-ként olvassuk, és inf A-val jelöljük. Tehát az alsó határ az infimum A. Ha a 0,3 halmazt tekintjük, akkor ugye láttuk, hogy bármely valós száma a mínusz végtelen nulla intervallumból az alsó határ, legnagyobb alsó határ nulla, tehát infimum A egyenlő nullával. A legkisebb felső korlátot pedig a halmaz felső határának nevezzük, és ezt szuprémum A-val jelöljük. Szuprémum A, tehát amint látható, a kékkel jelölt intervallumban vannak a felső határok, és ezek közül a legkisebb a szuprémum A, tehát a mi esetünkben, ha 0,3 halmazt tekintjük, mivel a felső korlátok az 3 végtelen, ezért mondhatom azt, hogy a felső határ a 3-as. Abban az esetben, hogyha az alsó határ hozzátartozik az A halmazhoz, akkor ezt az elemet a halmaz legkisebb elemének nevezzük. Ez abban az esetben lehetséges, ugye, amint látható, hogy az A halmaz alulról zárt intervallumot jelent. Beszélhetek a halmaz legnagyobb eleméről is, mégpedig abban az esetben, hogyha a felső határ hozzátartozik az A halmazhoz, akkor azt mondhatom, hogy ez a halmaz legnagyobb eleme. Azokat az intervallumokat, amelyek felülről is, alulról is korlátos intervallumoknak nevezzük. Minden más intervallumról pedig azt mondhatjuk, hogy nem korlátosak. Abban az esetben, hogyha az A halmaz alulról nem korlátos, akkor mégis azt fogjuk mondani, hogy van alsó határa, és ez az alsó határa mínusz végtelen lesz. Hogyha felülről nem korlátos, akkor azt fogjuk mondani, hogy a felső határa az végtelen, és ezek segítségével, a végtelen és mínusz végtelen segítségével, vagyis ezzel kiegészítve a valós számok halmazát, megkapjuk a valós számok halmazának a lezártját, amelyben nagyon gyakran fogunk dolgozni, amikor különböző határértékeket számolunk. Lássuk a következő példát. Az A halmazban a 2n plusz 1 törve n alakú törtek vannak, ahol az n természetes szám, és első lépésben szándékunk igazolni, hogy a 9/4 az hozzátartozik az A halmazhoz, 8/3 az pedig nem tartozik hozzá az A halmazhoz. Felső határa 3, legnagyobb eleme 3, és az A halmaz felső korlátai az a 3 végtelen intervallum, alsó határa 2, bebizonyítjuk, hogy nem létezik legkisebb elem, és az alsó korlátai pedig a mínusz végtelen 2. Ahhoz, hogy igazoljuk, hogy a 9/4 hozzátartozik az A halmazhoz, szükségszerűen olyan n értéket kell keresünk, amelyre 2n plusz 1 egyenlő 9/4. Ha felírjuk ezt az egyenlőséget, ugye kültagok szorzata egyenlő a beltagok szorzatával, ebből az egyenlőségből pedig az n-nek 4-et kapunk, tehát találtam olyan n természetes számot, amelyre a 2n plusz 1 törve n helyettesítési értéke 9/4, tehát akkor azt mondhatjuk, a 9/4 hozzátartozik az A halmazhoz. Hogyha hasonlóképpen vizsgálom az egyenlőséget, amikor 8/3 teszem egyenlővé 2n plusz 1 per n-nel, kiderül, hogy ugye ebben az esetben az n-nek az értéke az egyenlő 3/2-del, de mivel az n az természetes szám kell legyen, ezért azt mondhatom, hogy a 8/3 nem tartozik hozzá az A halmazhoz, hiszen nem találtam olyan természetes számot, amelyre a 2n plusz 1 törve n behelyettesítési értéke 8/3 legyen. Továbbiakban igazoljuk, hogy a 2n plusz 1 törve n az mindig kisebb vagy egyenlő, mint 3, hát feltételezzük, hogy teljesül ez az egyenlőség bármelyen természetes számra, és itt is a beszorozva az egyenlőséget az n-nel kiderül, hogy egy igaz kijelentést kapunk. Tehát akkor azt jelenti, hogy a 3 az felső korlát, már csak arról kell meggyőződnünk, hogy ez a legkisebb felső korlátja. Feltételezzük, hogy létezik egy alfa felső korlát, amelyik még kisebb, mint 3. Ez azt jelenti, hogy akkor a 2n plusz 1 az
két n plusz 1 törve n az kisebb vagy egyenlő kell legyen, mint alfa, és kiderül, hogy ha n helyébe egyet teszek, akkor ellentmondást kapok, hiszen 3 kisebb vagy egyenlő, mint alfa, és az előbb az alfáról azt mondtuk, hogy legyen kisebb, mint 3, tehát ez azt jelenti, hogy a 3 a legkisebb felső korlátja az adott halmaznak. Tehát akkor az A halmaz korlátai az a 3 végtelen intervallum bármely elleme. A C alpontra szeretnék most kitérni, ahol az alsó határól igazoljuk, hogy az egyenlő 2-vel, tehát ugyanúgy, mint az előbb, 2n plusz 1 törve n az nagyobb vagy egyenlő kell legyen, mint 2, kültagok és beltagok vagy szorzatából, vagy pedig beszorozva az egyenlőtlenséget kapunk egy igaz kijelentést, tehát akkor azt jelenti, hogy a 2n plusz 1 törve n az nagyobb egyenlő, mint 2 bármelyen természetes számra. Feltételezzük, hogy létezik egy nagyobb alsó korlát, ezt betával jelölöm, tehát akkor azt jelenti, hogy felírhatjuk, hogy 2n plusz 1 törve n nagyobb egyenlő, mint beta. Beszorozva az egyenlőtlenséget, és ha kifejezzük az n-et, akkor kiderül, hogy az n az kisebb vagy egyenlő, mint 1 per beta. Ez az egyenlőtlenség bármelyen természetes számra teljesül, és ez nem igaz, mert ugye nem mondhatom azt, hogy minden természetes szám kisebb, mint egy adott valós szám. Tehát ez azt jelenti, hogy a halmaz legnagyobb korlátja a kettes, mivel ez nem tartozik hozzá az A halmazhoz, ezért a halmaznak nincs minimuma, és az A halmaz alsó korlátai a mínusz végtelen 2 zárt intervallum bármely elleme. Ismerkedjünk meg a továbbiakban a környezet fogalmával. Tehát, hogyha adott egy V halmaz, ami ugye a kékkel van jelölve az ábrán, az X0 pont környezetének nevezzük, ha létezik egy X0 középpontú nyílt I intervallum, amely hozzátartozik a V halmazhoz. Látható, ez pirossal van jelölve, és ez a pirossal bejelölt intervallum hozzátartozik a kékkel bejelölt V halmazhoz. Konkrét példa esetében, hogyha az A halmazom azokat a valós számokat tartalmazza, amelyek nagyobbak vagy egyenlőek, mint 0, kisebbek vagy egyenlőek, mint 3, és egyesítem a 4-5 elemekkel, és felveszem az 1-est, akkor látható, hogy az 1-es környezete az hozzátartozik a zölddel jelölt intervallumhoz, tehát akkor azt jelenti, hogy az adott halmaz az környezete az 1-es valós számnak. Hogyha ezt megismételném a 3-as esetében, akkor észlelhető, hogy a piros intervallum egy része kiesik a zöld részből, tehát akkor a 3-as esetében nem mondhatom azt, hogy a megadott halmaz környezete a 3-asnak. Hasonló a helyzet az 5-ös, vagy esetleg a 0 esetében is. A plusz végtelen környezetén a valós számok halmazának egy olyan részhalmazát értjük, amely tartalmaz egy A végtelen alakú korlátos nyílt intervallumot. A mínusz végtelen környezetén pedig egy olyan részhalmazt értünk, amely tartalmaz egy mínusz végtelen A alakú intervallumot. Látható, hogy a V1 halmaz, amely mínusz végtelen, mínusz 3 zárt, ez a mínusz végtelennek egy környezete. A V2, amely 2 végtelen, ez a plusz végtelennek egy környezetét jelenti. A tolódási pont az utolsó fogalom, amivel találkozunk a mai órán, tehát egy X0 pontot az A halmaz torlódási pontjának nevezzük, ha az X0 bármely környezete tartalmazza az A halmaznak legalább egy elemét, amely különbözik az X0-tól. Lássuk a példát, mert valószínű ez sokkal érthetőbb lesz, ha az A halmaz elemei 1, 1, 2, 1, 3 és 1 per n, ezeket ábrázoltam itt a számegyenesen, és ha az 1-es elemet veszem, és ennek tekintem egy környezetét, akkor azt veszem észre, hogy ebben az intervallumban az A halmazból csak az 1-es található benne, tehát nem létezik más olyan elem az adott környezetben, amely az A halmazhoz tartoznak. Tehát az 1-es az nem torlódási pontja a megadott halmaznak.
Ellenben, hogyha a nulla valós számot tekintem, és ennek felveszem egy környezetét, akkor igenis ebben a zölddel bejelölt intervallumban van olyan elem, amely az A-halmazhoz tartozik, amely különbözik a nullától, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az adott halmaznak a nulla az torlódási pontja. Hát, hogyha nyílt intervallumról beszélünk, akkor nyílt intervallum esetében mondhatjuk azt, hogy a torlódási pontok halmaza az egy zárt intervallum lesz, az 1-6 nyílt intervallum torlódási pontjainak a halmaza az az 1-6 zárt intervallum. Fontos megjegyezni, hogy azokat a pontokat, amelyek nem torlódási pontjai egy adott halmaznak, azokat izolált pontoknak nevezzük. Ugye ott az egyes példánál mondhatjuk azt, hogy 1, 1, 2 és így tovább, ezek mind izolált pontjai az adott halmaznak. Feladatokkal folytatjuk, és az első feladatunk egy olyan A-halmazról van szó, amely valós számokat tartalmaz, amelyek teljesítik az x négyzet mínusz 5x plusz 6 kisebb vagy egyenlő mínusz 0 egyenlőtlenséget. Az illető egyenlőtlenség megoldásának az első lépése, hogy kiszámítjuk az egyenlet gyökeit, ugye is közismert, hogy hogyan határozzuk meg az x1, x2-t, és ahhoz, hogy az egyenlőtlenséget meg tudjam határozni, egy előjel táblázatba feltüntetem a gyököket, a 2-t és a 3-at, és a gyökök között A-val ellentétes előjelről beszélek. Leolvassuk az A halmaz, tehát azok a valós számok, ahol a kifejezésem negatív. És ezek után rátérhetek a feladat kérdéseire, az alsó korlátok ugye mínusz végtelen 2, alsó határ az a 2-es lesz, és legkisebb ellem a 3-as. Felső korlátok ugye 3 vagy 3-nál nagyobb értékek, felső határ a 3-as, és a halmaz legnagyobb elleme pedig 3. Ebben az esetben ugye létezik legkisebb és legnagyobb ellem is. A következő példa esetében, amely egy B-halmazt foglal magában, a B-halmaz azokat a valós számokat tartalmazza, amelyekre moduluszban x minusz 2 plusz 5 minusz x egyenlő 3. Az illető halmaznál kell meghatározni az említett, az előbbi feladatnál is említett ellemeket. Hát ahhoz, hogy megoldjam az illető egyenletet, előjel táblázat segítségével dolgozok, hiszen így átláthatóbb a feladat gondolat menete, feltüntetem az x minusz 2 és 5 minusz x-nek az előjelét. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy az 5-től balra az 5 minusz x az pozitív, tehát ezek alapján észrevetjük, hogy három esetet kell tárgyalni. Az első, amikor x minusz 2 negatív, 5 minusz x pozitív, tehát ez azt jelenti, hogy az első a moduluszból kihozva ellentétes előjellel írom le, a második marad változatlanul. Rendezve az egyenletet is megoldva x-nek, ugye 2-t kapunk, ami nem tartozik hozzá a halmazhoz, tehát ebben az esetben üres halmaz a megoldás halmaz. A második esetben a 2-t intervallumot tárgyalom, itt mindkét mennyiség pozitív, tehát változatlanul leírom, és egy azonosságot kapunk, tehát megoldásunk a 2-5 zárt intervallum lesz, és harmadik esetben, amikor az x minusz 2 változatlan marad, és az 5 minusz x-nek megváltoztatjuk az előjelét, x-nek 5-öt kapunk, ez nem tartozik hozzá a halmazhoz, tehát mondhatom, hogy ebben az esetben üres halmazt kapunk, tehát a B halmaz az a 2-5 zárt intervallum. Tehát az összes 2-nél kisebb érték az alsó korlát lesz, alsó határnak a 2-es tekintjük, legkisebb eleme a halmaznak ugye ismét a 2-es, felső korlátok pedig az 5 végtelen intervallum bármely eleme, felső határ az az 5-ös, és mivel ez hozzátartozik a halmazhoz, ezért mondhatjuk, hogy a B halmaznak van legnagyobb eleme is. Harmadik feladatra ugrok, ahol ismét egy modulusz jelenik meg, de most már egyenlőtlenség, tehát a C halmaz ellemeit szeretném meghatározni, ez azt jelenti, hogy a modulusznál tanult egyenlőtlenséget fogom felhasználni, vagyis modulusz X kisebb, mint A, akkor is csak is akkor, hogyha X nagyobb, mint mínusz A és kisebb, mint A.
alkalmazva az egyenlőtlenséget, 3x mínusz 6, ugye mínusz 9 és 9 közé szorítható, és hozzáadva 6-ot, illetve végigosztva majd az egyenlőtlenséget 3-mal, a C intervallum az mínusz 1, 5 nyílt intervallum. Megjegyzésként még itt a torlódási pontokat is feltüntettük, ugye láttuk, hogyha nyílt intervallumról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy a torlódási pontok halmaza az magába foglalja az intervallum végpontjait is, mínusz 1-et és 5-öt. Az illető C halmaz alsó korlátai az a mínusz végtelen mínusz 1, az alsó határ ugye akkor mínusz 1, és mivel a halmazom nem tartalmazza az alsó határt, ezért azt mondhatjuk, hogy a halmaznak nincs legkisebb eleme. Felső korlátok ugye az 5 végtelen, felső határ az akkor az 5-ös, legkisebb felső korlát, és ez a felső határ, ez ismét nem tartozik hozzá az A halmazhoz, tehát kijelenthetjük, ahogy a halmaznak nincs legnagyobb eleme. Következő és egyben utolsó feladatunk egy logaritmus tartalmazó egyenlőtlenség megoldására vezethető vissza. Tehát ahhoz, hogy a D halmaz elemeit meg tudjuk határozni, az logaritmus egyenlőtlenség megoldásánál fel kell írjuk a létezési feltételeket. Itt ebben az esetben egy feltételre redukálódik, hiszen 4x-2-re kell felírjam, hogy nagyobb, mint nulla. Ahonnan következik, hogy megoldva az egyenlőtlenséget, hogy az x az 1/2 végtelen intervallumból van. Ahhoz, hogy az egyenlőtlenséget megoldjuk, a jobb oldalt, ahol ugye az egyes valós szám jelenik meg, ezt felírjuk kettes alapú logaritmus segítségével, és felhasználjuk azt, hogy a logaritmus az egy növekvő függvény abban az esetben, hogyha az alap nagyobb, mint 1, mi esetünkben 2, ez azt jelenti, hogy a következő lépésben az argumentumok között ugyanazt az egyenlőtlenséget fogom felírni. Vagyis 4x-2 az nagyobb egyenlő kell legyen, mint 2. Megoldva az egyenlőtlenséget, kiderül, hogy az az x az egy végtelen intervallumból kell legyen. Ha ezt az intervallumot metszük a létezési feltételnél kapott 1/2 végtelen intervallummal, akkor végül is a D halmazunk az egy zárt végtelen nyílt intervallum lesz. Hát akkor ennek a halmaznak az alsó korlátai azok ugye a mínusz végtelen egy zárt intervallum, a legnagyobb alsó korlát az az egyes, mivel ez nem tartozik hozzá a D halmazhoz, ezért a D halmaznak, de bocsánat, ez hozzá tartozik, ezért a D halmaznak van legkisebb eleme, és ez egyenlő egyel. Felülről nem korlátos a halmazunk, tehát nincs felső korlátja, nincs felső határa, felső határa az pedig végtelen lesz, ugye így egyeztünk meg. Hát ezek lettek volna a feladatok, és természetesen mielőtt elbúcsúznánk, egy pár feladatot fogok javasolni, esetleg egy fényképet is lehet készíteni. Ugyanazokat az elemeket kérem, alsó korlát, felső korlát, alsó határ, felső határ, legkisebb elem, legnagyobb elem, illetve a kapott halmaz torlódási pontjainak a halmazát. Hát a mai órában ennyi fért bele, köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy hasznos volt, és kívánok mindenkinek jó matekezést. A viszontlátásra!